hogy a VM4K-nak a programjában... A Zentai Magyar Kamaraszínház a legfiatalabb a vajdasági magyar színházak közül. Ennek ellenére sok kiváló művészt adott a közösségnek, hangzott el a VM4K-ban. A második bemutatónk az Görgei Gábor, egy Vörös Marti átirata volt, Handabassa vagy a Fátyol titkai. Hát ez egy vérbű komédia, és nagyon szereti a közönség, zenés, táncos, kiváló karakterekkel, egy nagyon szerethető előadás. Most felújítunk majd egy régebbi produkciót új szereposztásban. A Kis Csaba Csehov átiratában a Demi lett a nővel című produkciót, majd utána egy Domonkos István produkciót fogunk felújítani Szedjetek szét címmel. Folyamatosan érkeznek hozzájuk a meghívások vendégfellépésekre, külföldről és itthonról is. A legfontosabb számukra mégis az, hogy sokat lépnek fel vajdaság szerte kisebb falvakban és városokban, emelte ki Mezei Kinga, a színház művészeti vezetője. Egy összművészeti programsorozatot is elindítottak Tiszapart Estek címmel, ahol filmvetítéseket, irodalmi esteket, beszélgetéseket tartanak. Azoknak a munkatársaknak, akik ott vannak már a színházban, azokat a munkahelyeket sikerült most biztosítani. Persze nyilván itt nem szeretnénk megállni, úgyhogy a terv az, hogy a jövőben, ha lehet, akkor a közeljövőben ez a szám ez bővüljön. Jelen pillanatban a vezetőségen kívül két hölgy dolgozik az irodán, a társulatban 5 színész van. Továbbá egy hangtechnikus, egy fénytechnikus és egy műszaki munkatárs segíti a színház mindennapi munkáját, tette hozzá Dévai Zoltán, az intézmény igazgatója.